Volt képük azt mondani, hogy a Mikulás hozta. Vágod, még fizettek is egy manusnak, hogy beöltözzön. És éveken át hallgattam, hogy szép vagyok, okos, kreatív, meg tehetséges, hogy bármi lehetséges. És hát ezen besírsz, hogy nem számít a bőröm színe. Szülőbolygó otthon melege ország, Nagy Boldogság utca 5. 5 éves voltam, amikor megkaptam az első pofonomat az élettől, mert képzeld, már az obiban is számított a bőröm színe. Itt születtem. Itt nőttem fel. Itt fognak eltemetni. Itt fog a gyermekem először felnevelni. Magyar vagyok. Ez a hazam. Ne vond ez kétségbe, aranyapám. Ha ez egy buta verseny lenne, bizonygathatnám, hogy nálad is magyarabb vagyok, de más identitását kétségbe vonni, valljuk be, elég ovis dolog, ha érted, mire gondolok. Felnőtté válás első lecke. Magyar vagyok és cigány egyszerre, és mindkettő lazán elfér a szívembe. Akkor is, ha a világot ez zavarba hozza. Átlátod, hogy a rendszer ezt tudatosan okozza? Mondjak valami váratlant. Szeretem, hogy cigány tűzik a szememben. Hogy empatikus vagyok és közvetlen, hogy a szívem száll, a lelkem szabad, hogy suttogva is ordítok néha nap. Szeretem, hogy tudok szeretni, sírni, nevetni, hogy nagyon tud fájni minden, és hogy fájdalmamban is nevetek mindenem. Mert a fúj cigányság, amit nem ismersz, ezt adta nekem. Felnőtté válás második lecke. A férfiak szemében elsősorban nő vagyok. És bármit teszek, bármit érek el, bármit gondolok, az is maradok. Női testbe zárt emberi lélek, ameddig élek. Ehhez tartozó lecke, attól senkinek nem lesz karcsúk a derek, ahogy bekapcsolja a fitnesst és közben sült krumplit eszik. Csokival meg gumicukorral, fagyival meg pokornal. Viszont a legjobb barátnőmmel való kapcsolatunkat építi, és inkább ezt kell a mérlegre tenni. Tegnap este tanult lecke. Mégis vannak férfiak, akiket nem a testem érdekel, hanem az Irlanda Máté farka. Rajta, leszakadt a pajta, sokadik lecke. Van olyan, hogy jó hazugság. A neve motiváló illúzió. Más szóval védelem, más szóval burok, más szóval gyerekkor. De ezek csak szavak, mint a manipuláció. És az a szó már rég kevés, ott jogos anyuma tüntetés. Apa, anya, köszönöm a Mikulást, meg az összes többi vad hazudozást. No, meg a meséket, mert nélkülük és nélkületek nem lehetnék, ami vagyok. Lélekben gyerek. És sejtem már, hogy létezni csak úgy érdemes, ahogy a mesében és a Kosztolányi versben volt képes létezni az ember. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Egy magyar cigány nő vagyok. Ez dobta a gép. Mielőtt elítélsz ezért, utolsó szójogán annyit mondani, lélek vagyok. Élni szeretnék.